Köszöntöm a Költségi Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Három hazai érem született a nyíregyházi fedettpályás atlétikai országos bajnokságon. Kiütéses, 70 pontos győzelmet aratott Szolnokon a nyíregyházi kosársuli. A világranglista második helyén várja a pízai verseny Tarjányi István. A hétvégén már a rájátszásban szállnak medencébe az Akvese pólósai. 24 órán keresztül rúgták a labdát az újfehértói sportcsarnokban. Három hazai érem született a nyíregyházi fedettpályás országos atlétikai bajnokságon. A súlylökő Tóth Balázs és a magasugró Bakusi Péter megnyerte a versenyt, a hármasugró Nyisztor Petra pedig a második helyen végzett. Én annak már nagyon örülök, hogy most már másodszor lehetünk itt, olyan körülményeket biztosítva a nyíregyházi sportcentrum, illetve a várossal, ami méltó egy fedettpályás bajnoksághoz. Azért mögöttünk hagyott esztendőkből olyan 123 az nem volt feltétlenül méltó, de most már úgy tűnik, hogy ez is rendben van. Nagyon nagy szeretettel és bizalommal jönnek ide az atlétáink, nem csak versenyezni, hanem edzőtáborokba, összetartásokra is. Elég sokat használjuk ezt a létesítményt, lévén ugye, hogy nem sok ilyen van Magyarországon, sőt ez az egyetlen. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy legalább ez van, és ezt ki tudjuk használni. Jó az együttműködés, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a két nap is olyan lesz majd, amit mindenki szeretne. Maradva a pályánál, Isztambulban lesz az Európa-bajnokság, milyen csapat utazhat, mekkora csapat utazhat majd Törökországba? Számításaink szerint 10-12 atléta vehet majd részt kvalifikáció jogán ezen az eseményen. Aztán, hogy részt is vesznek-e, ezt most talán nem feltétlenül nézzük oly szigorúan. Nyilván jó, mert a kvalifikáció szempontjából jó, de a felkészülés az elsődleges. Ugye ez mégiscsak augusztusban, hogy ezt mondtad, a 23 a Magyar Atlétika évvel, az egy világbajnokság, egy szabadtéri világbajnokság majd Budapesten, és ennek megfelelően, és ennek a kicsit a fókuszában töltjük ezt az esztendőt. Persze nyilván mi nem csak erre koncentrálunk, hanem koncentrálunk már majd a jövő évi olimpiára, Párizsra, vagy épp a Római Európa bajnokságra, hiszen a VB nagyon fontos állomás, de mégiscsak egy verseny a sok közül, és ezek a versenyzők, a fiatalok, az idősebbek nagyon sokat beletesznek ebbe, ez nagyon sok munka van abban, hogy egyáltalán arról beszélhetünk, hogy megvan az esély az indulásra, és nekünk az a fontos, hogy ha véletlenül nem sikerül, akkor sikerüljön jövőre. Abban bízunk, hogy sikerül sokaknak, és egy nagyon, nagyon nagy létszámú csapatot tudunk majd indítani. De mi gondolunk már a jövő évre, a 25-ös évre, sőt az előttünk álló évtized végéig próbáljuk a programjainkat úgy csinálni, a különböző szakági programokat, hogy az segítse a versenyzőinket a fejlődésben. A VB-t tekintve időarányosan hogyan állnak az előkészületek? Csak tájékozódunk mi az előkészületekről, hiszen ugye ennek van egy külön szervezői csapata, van egy szervező cég, akik 7 nappal áttéve dolgoznak, és szép lassan érkeznek ők is a célegyenesbe, végzik a most még simításokat, aztán az utolsó simításokat. Igyekszünk együttműködni velük, azt már most elmondhatom, hogy a szabadtéri magyar bajnokság az az új atlétikai központban, tehát a VB stadionban lesz, tesztversenyként fog majd üzemelni, ami egyfelől jó, mert lehet tesztelni a különböző dolgokat, amiket egy világeseménnyel kapcsolatban kell, másfelől pedig az atlétáink azon a pályán versenyezhetnek nagyon sokan, ahol majd a nagy világsztárok is fellépnek augusztus végén. 2022 után idén is Nyíregyháza otthont a fedettpályás országos atlétikai bajnokságnak. Mikor ez az atlétikai centrum elkészült, az átadón elhangzott, hogy az a cél, hogy minél több rendezvény, esemény legyen benne. Ha visszatekintünk az elmúlt egy évre, akkor alig ha lehet panasz ezen a téren. Igen, azt gondolom én is, hogy ez a beruházás ez nagyon megérte, hogy itt van Nyíregyházán. És nem csak itt a fedett része gondolok, hanem azért van egy nyílt színi olyan rész is, amit nem csak a hivatásos profi sportolók használhatnak, hanem azért kijöhetnek ide a nyíregyházi polgárok is futni például. Sőt, nagyon sok olyan edzés van, ahol gyerekek vannak itt a sportcentrumban.
illetve itt az atlétikai centrumban. Azt gondolom egyébként, hogy egy modern korban, egy modern világban, ahol jó sportolókat szeretnénk nevelni, kellenek az ilyen létesítmények. És ugye Nyíregyháza az egyedüli város, ahol egy ilyen fedett pályás atlétikai magyar bajnokságot meg tudnak rendezni. Nem is beszélve arról, hogy külföldiek is jönnek ide. Szép számmal edzőtáboroznak is itt az atléták, mert olyan környezetet találnak itt, ahol nyugodt körülmények között és nagyon profi körülmények között tudnak készülni. Nem túl jó emlékeket távoztál tavaly a fedett pályás országos bajnokságról, hiszen sem a távol, sem a hármas ugrás nem úgy sikerült, hogy szeretted volna. Most viszont hármas ugrásban már szereztél egy aranyérmet, kettőt kellett mindössze hozzáugrani. 16-04-en nyertél. Vártad ezt, hogy mennyire meglepetés ez az eredmény? Várni lehetett, mert az edzések nagyon jól sikerültek ebbe a felkészülési szezonban. Mondhatom azt, hogy a szögdelés munkát azt ganadéktalanul el tudtam végezni, és számítottunk rá, hogy jókat lehet ebből ugrálni, mert ugye a hármas ugrás alapja a szögdelés, de arra viszont nem számoltunk, hogy 16 méter fölé fogok kerülni, de nagyon-nagyon örülünk neki, hogy az edzőmmel együtt, hogy ez sikerült és végre tudtuk hajtani. Az első szó a gratulációi, hiszen 7.31-en megnyerted a 60 métert. Milyen formában érkeztél és milyen célokkal érkeztél Nyíregyházára? Mindenképp egyéni csúcsot szerettem volna futni. Nem titkolom, tervben volt az országos csúcs is. Az U23-as nem, de az U20-as mindenképpen. Nagyon meglepett, amikor 36-tal kezdtem, és nem gondoltam volna, hogy ez még lesz jobb, viszont most nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök, hogy ez lett a vége. Bakosi Péter, a Nyíregyházi Sportcentrum. Én nagyon szép jubileumhoz érkeztél, megvan a 10. fedett pályás bajnoki címed. Mennyire rezgett a léc annak tükrében, hogy azért komoly betegséggel bajlottál az elmúlt napokban? Ez a szezon egy kicsit érdekesen sikerült, ugye nagyon jól kezdtem az idén, utána egy elég komoly betegségben szenvedtem, ami egy jó másfél hétre kidőltem, és a héten tudtam újra elkezdeni edzeni, de úgy érzem, hogy azért sikerül nagyjából összedni magamat, és a mai verseny azért elég stabilan ugrottam 2.20-ig. És most 23-on előjött a régi hibáim, és az utolsó kísérletem volt elég biztató ahhoz, hogy átugorjam, úgyhogy emiatt kicsit bosszankodok, hogy két kísérletemet eldobtam a semmibe. A fedett pályás szezonban mi vár még rád? Most izgulok egy picit, mert jelenleg ugye március elején rendezik meg a fedett pályás Európa-bajnokságot, jelenleg a 18. pozíciót töltöm be, és ugye a héten zárul a kvalifikáció. Picit előre tekintve a budapesti szabadtéri világbajnokságig, milyen tervet állítottál fel magad elé? Remélem, hogy részt veszek az Európa-bajnokságon, majd utána egy kis pihenő, és kezdem a felkészülést a nyári szezonra és a budapesti világbajnokságra. Megvétel a tavalyi bajnoki címedet, plusz emellé még kitűztél magad elé 18 méteres szélt, 3 centivel elmaradtál tőle. Összességében mennyire vagy elégedett a mai haddobásoddal? A technikai része a dobásnak úgy érzem, hogy nem volt teljesen kielégítő. Laposak voltak a dobásaim, ezen még lehet javítani. De úgy érzem, hogy ha egyet sikerült volna eltalálni, ami most sajnos nem sikerült, akkor egy jó 18-50-es lökés benne lett volna mai napban. Mindösszességében meg vagyok elégedve ugye a helyezéssel, és örülök, hogy meg tudtam védeni a címemet. Fedett pályán versenyzel-e még ebben az idényben? Ez volt az utolsó verseny fedett pályán, a következő verseny az Európa Kupa lesz majd. Az egész évet tekintjük, mit lőttél be főversenynek, és milyen cél tűzték ki magad elé méterben? Méterben mindenképpen 19 méter felé szeretnék kerülni idén, és a szabadtéri országos bajnokság lesz valószínűleg a főversenyem, illetve a nem sokára következő Európa Kupa. Kiütéses győzelmet aratott Szolnokon a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláné együttese 70 ponttal 130-ra verte a hazaiak csapatát. Azt tudtuk jó, hogy azért utánpótlás korú játékosokból áll a Szolnok csapata, nézve az eredményeket, meg játszottunk már egy hazai mérkőzést is ellenük, tudtuk jó, hogy ez elsősorban arra lesz jó, hogy különböző feladatokat gyakoroljanak a lányok, ezért próbáltuk is őket külön játszatni, a felnőtt játékosok játszottak 5 percet, mentek a junior játékosok. Azt mondtam, végül is mégiscsak az idősebbekkel játszottunk többet, mert a juniorok előző nap is mérkőzést játszottak. Hát az igazság, hogy próbálkoztunk, mondom, tehát a védekezést gyakorolni, megnéztük azt, hogy
zónavédekezésünk hogy működik, megnéztük azt, hogy a játékban mi az, amit lehet gyakorolni a következő mérkőzésre. Hát maradjunk annyiban, hogy ez egy ilyen laza, el voltunk, basszolgattunk, játszogattunk, tehát de tudtuk, hogy erre lehet számítani, tehát is igazából ez nem volt meglepetés a csapat számára. A következő mérkőzés már alig, ha lesz ilyen könnyű, hiszen a DVTK 23-as csapat érkezik, az a DVTK, amelyet ott megvertetek, és hát a második helyen áll a Nyíregyháza. Szezon előtt meg közben is beszélgettünk arról, hogy nehezen elérhető az első két hely valamelyike, most viszont akár reális esély is lehet a második hely megszerzésére, viszont ehhez le kellene győzni itthon a Diósgyőrt. Ez így van, tehát ez egy nagyon, nagyon komoly mérkőzés lesz, tehát itt minden erőnkre szükség lesz, minden tudásunkra, a szurkolókra és minden más egyébre. Az igazság, hogy ez olyan szempontból is nehéz, hogy neki van 12 helyen azonos képességű játékosa, ugye ő hozza azokat a játékosokat, akik az NBA gyárs csapattal edzenek, akár Euroligát is játszanak, és ezzel ellen kell nekünk fölvennünk a versenyt, ami közel se egyszerű, de a labda gömbölyű, a játékosok jönnek, mennek, mi éppen arra koncentrálunk, hogy ne legyen beteg játékosunk, mert most itt a héten azért többen is maradtak otthon betegen. Pontosan azért hagytuk itt a szónok elleni mérkőzésről is, hogy legyen még idejük arra, hogy itt a gyógyulásuk az biztos legyen, és esetleg már kettől vagy szerdától már be tudnak állni az edzésmunkába, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, mert ugye utána van egy MTK-nk, ami szerintem papírforma alapján továbbra sem ilyen, de hazai pályán vagyunk, tehát ott is bármilyen megtörténhet, és akkor még maradt egy Zsíros Akadémia idegenben, amit azért meg kell, hogy tudjunk oldani, meg egy Debrecen hazai pályán, tehát itt a vízválasztó mindenféleképpen a Debrecen lesz, ha az megvan, akkor az az álom, amiről igazából nem is mehetünk róla álmodni, hogy mint az első kettőbe végezhetünk, akkor egy olyan dolgot hajthatunk végre, ami mi úgy gondolom, hogy ez minden szempontból egy óriási nagy előrelépés lesz az egyesület részére. Nem olyan régen volt a Diósgyőri meccs, ki lehet indulni abból a mérkőzésből? És igazából nem. Tehát ugye ott a juniorkorú játékosok közül kevesen játszottak. Hát azok a juniorkorú játékosok, akik diákolimpián voltak, azok nem játszottak. Mondjuk azt nem tudom nekünk mi a jobb. Tehát, hogy a juniorkorú játékos fog még játszani 20 percet, vagy az NB1-ával edző, meg Euroligában játszó játékosok játszanak 35 percet. Ez is igazából ez egy jó kérdés. Lehet, hogy a juniorok egy friss erőt hoznak a mérkőzésbe, viszont szerintem rutintalanabbak. A másik sor pedig nem láttam, hogy a múltkor hogy annyira elfáradt volna, tehát nem tudom, tehát egy biztos, hogy nekünk minden tudásunkra és minden egyes pontra, védekezés és mindenre szükségünk lesz arra, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Tehát megnéztük a mérkőzést, próbálunk arra felkészülni, próbáljuk azokat a hibákat kijavítani, amik ugye ott hibák voltak, mert ugye beleszaladtunk egy-két olyan helyzetbe, amit nem tudtunk megoldani, most erre megpróbálunk felkészülni, aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég. Említetted, hogy szükség van a szurkolókra is. Mikor lesz, és mikorra jöjjenek a Szent Imre csarnokába? Vasárnap 5 órától lesz a mérkőzés. Mondom, próbálunk utánpótlást mindenkit mozgósítani. Hát, ha ez olyan erőt ad a többieknek, ami ugye nagy motiváció lesz, és kőkövön nem marad, és megpróbálunk mindent megtenni a cél érdekében. 3-4! Két világkupa verseny között hazai környezetben készült Tarjány István. Pákéi Béla tanítványa legutóbb a Washingtonban rendezett világkupa viadalon az 5. helyet szerezte meg. Volt egy kis problémám az átállással, mert hogy odaérkeztünk egy hosszú út után este, és én másnap reggel már azonnal kezdtem. Tehát ott éreztem egy kis problémát, hogy nem igazán voltam 100%-os. Szerintem ez okozta a problémát, hogy idézőjelben csak 5. lettem. Tehát éremért mentem oda is, nagyon szerettem volna. Majd a következő versenyen összejön. Milyen volt a mezőny a tengeren túlon? Ugyanaz, ami eddig a világkupákon, a Rebbén is volt, tehát nagyon erős a mezőny, főleg szerintem a B kategóriában, ahol én vagyok, a kard az nagyon-nagyon erős, főleg Európa, de
verhető mindenki, mint az Európa-bajnokságon is sikerült ezüstérmet szereznem. Az óceánt átrepülnem, semmi túl komfortos, aki nem kerekesszékben ül, azért azok a versenyek jobban fekszenek, ahová nem kell ilyen sokat utazni? Nem feltétlenül. Itt inkább ez a feszített tempó volt a probléma szerintem. Ugyanúgy vívtam már jól tengeren túl, amikor utaztam, akkor volt előtte egy-két nap átállás, az szerintem segített. De most így jött össze, tehát nem szomorkodom miatta, nem lehet mindig a dobogó legtetén állni. Ismeritek egymást, gondolom mindenki ismeri egymást a szűk élmezőnyben, mivel lehet meglepni a másikat? Igen, annyira ismerjük egymást, hogy videózok is, tehát mi versenyről versenyre készülünk az ellenfelekből, és minden apró mozdulatot nézzük az ellenfelen, hogy mit csinál, tanulunk is tőlük, és el is lesünk tőlük dolgokat, hogy ők miket csinálnak, és mi arra készülünk, hogy ők miket vívnak, és mi is úgy készítjük fel a vívásunkat a következő versenyre. Jelenleg a második helyen állsz a világranglistán, gondolom ezzel azért elégedett vagy. Nagyon. Tehát ha ezt mondták volna, hogy három versenyen a kvalifikációs időszak elkezdete után harmadik vagy második helyen állok, hát én nagyon boldog leszek, és remélem, hogy tudom folytatni ezt a tendenciát, azon leszek. Ugye említettük, hogy Vácius közepén Pízában lesz a következő verseny. Azt hiszem ismerős a helyszín, hiszen többször szerepeltél már ott nagyon jó világkupa versenyeken. Jelenthet ez valami előnyt, és milyen célra utazol? Jelenthet előnyt, de már annyiszor hallottam, hogy ott mindig jól szerepelek, hogy meg kis nyomás is van rajtam. Remélem, hogy sikerül jól vívnom. Én ugyanúgy megyek oda, mint minden világkupára és minden versenyre, hogy 100%-ot kiadom magamból, és meglátjuk, hogy ott abban a pillanatban ez mennyire lesz elég. Egyébként ilyenkor ebben a felkészülési időszakban heti hány edzéssel, milyen metódus szerint készültök? Minden nap van edzés, minden hétköznap. Bívó edzés is van, és a gyógytornásra is járok, és konditeremre is. Ez van beosztva minden napra, tehát nem unatkozom. Még egy nagyon fontos dolog, az edzőpartnerek minősége, száma, megvan ez Nyíregyházán? Szerencsére kartban nagyon jó edzőpartnereim vannak. A csapattársam Csépke Bence, aki elkezdte pár éve, ő is nagyon sokat fejlődik, és már ő is nagyon jól vív, meg jönnek régen, akik éppen vívtak, ők is beülnek velem szembe a székbe, tehát nagyon sok segítséget kapok. Amikor a kvalifikációs időszak előtt beszéltünk, azt mondtad, hogy nagyon hosszú és rögös út vezet Párizsig. Most túl vagyunk már három versenyen. Időarányosan hogy álltok? Időarányosan nagyon-nagyon jól állunk. A kvalifikációs világranglistán István a második helyen van, tehát a kezdés az remekül sikerült. Hát ezt próbáljuk tartani. Hány verseny vár még rá ebben az évben, és hol kell végezni ahhoz, hogy biztosan ott legyen majd a paralimpián? Ebben az évben van még 4 világkupa és 1 világbajnokság. Az a biztos kvalifikáció szempontból, hogyha mindig érmet tud nyerni István. Azt is említetted korábban, hogy itt már nem csak az edzések, a fizikai felkészülés van előtérben, hanem gyakorlatilag, mint a profiknál, az évvívóknál videózzátok egymást, készültek egymásból. Mennyire lehet még újat kitalálni arra, hogy meglepjétek az adott ellenfelet? Ez egy végtelen játék, mert minden akcióra van egy válaszakció, úgyhogy a fejlődés az folyamatos, úgyhogy nem állunk meg, hanem mindig, amiből az ellenfél felkészült, mi arra fogunk ráváltani, mi meg abból készülünk. Azt mondják, minden sportágban, ahol helyek közel egyenlő ellenfelek versenyezek egymással, a mentális elő dönthet, ezen a téren hogy áll István, tudtak-e itt is erről lépni? Mindenféleképpen, ugye a vívás köztudottan egy nagyon mentális sportág, nagyon-nagyon komoly testi-lelki felkészültség szükséges, úgyhogy a testi mellett a lelkit is gyúrjuk keményen. Mely segít a felkészülésben a környezet, hiszen itt a Atlétikai Centrum vívóterme azért talán már azt lehet mondani, hogy megfelel minden igénynek. Ég és föld, tehát itt a feltételek azok teljesen egyenragúak a világszintű ellenfelekkel azonosak, úgyhogy így már nagyon rendben tudunk dolgozni. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon az Aquese országos bajnokságban szereplő csapatai számára. A nyíregyházi pólósok a budapesti Aquavöld együttesei ellen szállnak medencébe. Vasárnap folytatódik a bajnokság, pontosabban kezdődik a rájátszása az Aquese csapatai számára, de mielőtt erről is a felkészülésről beszélünk, egy picit beszéljünk az alapszakaszról. Hogyan zártátok, mennyire vagy elégedett az ott nyújtott teljesítménnyel? Sajnos az alapszakasz mérkőzéseit nem tudtuk úgy letudni, hogy olyan eredményt érjünk el, ami számomra a legkedvezőbb lett volna. Itt volt pár olyan dolog, hogy olyan pontokat adományoztunk az ellenfélnek, amit nekünk kellett volna begyűjteni.
és ez miatt a D csoportba kerültünk a rájátszásba. Két hónapos volt a bajnoki szünet, gyakorlatilag lehetett csinálni egy teljes felkészülést. Hogyan telt el ez az időszak? A hangsúly az úszáson volt, hiszen az állóképességet újra fel kellett építeni. Többet úsztak a srácok. Most már az utolsó két hétben több labdás gyakorlatok voltak, és szeretnénk azokat a hiányosságokat, amik voltak az alapszakaszba, kijavítani. Milyen az edzés látogatottság? Tudnak-e jönni a srácok rendszeresen az edzésekre? Hát így a felkészülésnél ugye az szokott lenni a probléma, hogy kevesebbet jönnek edzésre, hiszen keményebb munka folyik, viszont a srácok elhatározottak abban, hogy ezt a rájátszás küzdelmeket szeretnék minél szebb eredménnyel elérni és a győzelmekért harcolni. Gyermek, serdülési, ifjúsági korosztályról van szó, kik az ellenfelek? Az első ellenfelünk az Aquavion csapata lesz, ezen kívül játszunk még a Dunaújváros, Százhalombatta és még három pesti csapat ellen, és szeretnénk a visszavágókon győzelmeket elérni, valamint a nyugati csoportból hozzánk került csapatok ellen egy oda-visszavágós mérkőzésen ugyanúgy győzelmekért harcolni. Vasárnap most hogy néz ki a program, mikor kezdődnek a mérkőzések, és az Aquavion ellen milyen esélyekkel szálltok majd medencébe? Egyértelmű a célunk, hiszen a győzelmet szeretnénk elérni, ezt a srácokkal is megbeszéltem, és igazából a papírforma is úgy gondolom, hogy az lenne, hogy az Aquavion csapatát, a serdülő csapatunknak meg kéne vernie, illetve az ifi csapatnak is komoly esélyei vannak, valamint a gyerek csapatnak is egy szép eredmény kellene elérni az Aquavion csapata ellen. Korábban volt olyan probléma, hogy valamelyik korosztályukas volt, és a fiatalabbakból kellett feltölteni, most hogy álltok ezen a területen? A 2004-es születésű srácok a érettségre fognak készülni, és azért itt van probléma, hiszen a tanulásra fókuszálnak, ami probléma is, nem is probléma, hiszen a fejlődésüknek a tanulás nagyon fontos. Viszont a sportolás is hozzátartozik ehhez, és én azt vallom, hogy ha a tanuláson kívül van egy kis mozgás, azzal a fejüket egy kicsit ki tudják üríteni, és jobban fel tudnak készülni. 24 órás focitornát rendeztek Újfehértón, 12 csapat 68 meccset játszott, és összesen 238 gólt láthattak az érdeklődők. Amikor dr. Rosszú Józsefet polgármesternek választották, akkor vele közösen fogalmaztuk az ötletet, hogy hagyományőrzően el kellene indítani egy ilyen 24 órás focitornát. Akkor első évben sikeresen megszerveztük, de utána sajnos következett két év szünet a pandémia miatt, és ugye most újraindítottuk. Hiányolták is a csapatok, ez adott még egy plusz energiát ehhez a dologhoz. Ugye első évben is, mikor szerveztük, akkor 12 csapattal csináltuk, most is így volt tervezve. Hál' Istennek hamar meg is lett a 12 csapat. Ugye 18 órára hirdettük a kezdést, de igazából már 16 órakor elkezdődött ez a mondjuk egy kis foci, kis ünnep a városunkban. Akkor a 10-11 éves gyerekek tartottak bemutatóedzést, illetve 17 órától az öreg fiúk játszott csapata játszott egymás ellen, ahol a legidősebb ember 67 éves volt, illetve ott egy kevés időre még a polgármester is beállt a kapuba. 24 órán keresztül rúgni a labdát, még ha váltják egymást is a csapatok, megterhelő, mikor jön el a holtpont? A holtpont azt hiszem, hogy azt gondolom háromszor is eljön, ugye az egyik este ilyen 11 és éjfél között, hajnal 4 és 5 óra között akkor hosszabban, és még délelőtt folyamán van egy, biztos vagyok benne, most a 12 csapatból 10 van még talpon, de biztos vagyok benne sajnos, hogy még lesz 2-3 csapat, aki a végére fel fogja adni. Milyen szervezés, milyen logisztikát igényel egy ilyen rendezvény lebonyolítása, hiszen folyadékot kell bevinni, inni kell, enni kell, orvosi ellátásra van szükség, és azért arra is vigyázni kell, hogy ne sérüljön meg lehetőség szerint senki. Igazából, mivel nem pénzdíjas torna, így a sérülés veszélye kevesebb, mert tényleg tömegsport jellege van, meg hogy mindenki jól érezze magát. Ugye itt az épületben orvosi szoba van, a vízbevitelről meg gondolkoztunk, bőséges ásványvizet hoztunk a csapatoknak. Milyen most Újfehértón a futballázat, van-e futballázat, hiszen a csapat nagyon jól szerepel a megyei első osztályban. Igaz, hogy nem itthon játszotta az őszi meccseit? Mindenféleképpen futballáz van, ezt mutatja azt is, hogy itt is egész éjszaka nemhogy csak pattogott a labda, hanem mondhatni a lelátón is jó hangulat uralkodott.
illetve hát a nagypályán a felnőtt csapat az idegenben játszotta le minden meccset, és még így is első helyezett. Nagyon bizakodunk benne, hogy sikerül bajnoki címet nyerni a felnőtt csapatnak, és az ifjúsági csapat is 3 pontra van az első helytől. Tehát most nagyon rendben van ez a történet, úgy gondolom. 24 órán keresztül pattog a labda az újfehérvári sportcsarnokban. Sportrendezvény ez, vagy inkább egy közösségi élmény? Én azt mondanám, hogy mind a kettő, hisz a Újfehérváron nagyon nagy hagyományai vannak a futballnak, a kispályás futballnak. Idén ez második alkalommal kerül megrendezésre a 24 órás futball, illetve egy olyan lehetőség is, ahol a fiatalok és kevésbé fiatal, régóta fiatalok összejöhetnek, beszélgethetnek, jól érezhetik magukat, és közösen élvezhetnek a futballoltára. Körülbelül 150-en vannak itt, 12 csapat indult el. Hamar összejött ez a létszám, vagy toborozik el a részvevőket? A szervezők információ alapján, akik ezúton is köszönöm a munkájukat, pikpak összejött a létszám, hisz hiányolták már a helyiek is, és a környékbeliek is, hogy legyen egy ilyen alkalom. Van egy gyönyörű létesítményünk, hozzunk bele életet, ez egy nagyon jó alkalom erre. Több nagyvárosban, kisvárosban az elmúlt hónapokban bezártak a sportcsarnokok. Itt Újfehérváron minden igaz, nem hogy bezárt, hanem a korábbinál is intenzív élet van a csarnokban. Fontosnak tartom a közösség építést is, illetve a sport szeretetét, hisz Újfehérváron, ahogy elmondtam az előbb is, egy nagyon sportszerető város. Megnéztük a lehetőségeinket, hogy meddig tudunk nyújtózkodni. Kormányzati támogatást kaptunk a sportcsarnok működtetésre, amit ezúton is nagyon köszönök, hisz fontos volt az, hogy a rezsi költségeinket tudják egy picit támogatni, és ez a város híres arról, hogy szereti a sportot, a sportcsarnokot pedig fenntartjuk. Az úszodában az elmúlt hónapban pedig megduplázódott a létszám a korábbi legmagasabb létszámhoz köszönhetően, hisz Nyíregyházáról és a környékről rengetegen járnak hozzánk. A futballon kívül milyen sportágak vannak még itt a csarnokban? Futszáloznak, több csapat is játszana nálunk a hazai mérkőzését, illetve másfél éve a Kálóseméni, most már Újfehérvártól Kálóseménese MB2-es kézilabda csapat férfi és női szakága is nálunk játsza a hazai meccsét, itt edzenek, valamint megkezdődött az utánpótlás nevelés, hisz valamikor régen Újfehérvártónak nagyon komoly kézilabda csapata volt, most azon dolgozunk közösen, hogy ez újra legyen, és 5-10 év múlva már újfehérvári fiataloktól hemzsegjen a megyei kézilabda. Gondolom a futball szurkolók nagyon várják már, hogy hazai környezetben szurkoljanak a csapatnak. Tervek szerint mikor lesz kész a új sporttelep sportpálya? Kedden volt egy egyeztetésünk a kivitelezőkkel. Az öltözőépület kialakítása nagyon jó állapotban, mert nagyon előre haladott. A pályaépítésnél is már a fontosabb alapmunkákat elvégezték. Várjuk a jó időt, hogy a gyepszőnyeg is helyére kerüljön, és bízom benne, hogy április közepe, április végén már zöldben fog virítani a futballpályán. A tornát végül az MB Kandalló Fantázia nevű újfehértói csapat nyerte, miután a fináléban gól nélküli döntetlen követően 7 méteresekkel legyőzte a Biri együttesét. A harmadik helyet az újfehértói ifi csapatra épülő NB4 szerezte meg. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.